Könyvheti újdonságok sorakoztak, kiadók szerint rendezve a Berzsenyi Dániel könyvtár első emeletén. A 95. ünnepi könyvhét szombathelyi programjainak megnyitóján már ismerkedhettek az érdeklődők a friss kötetekkel, például gyerekkönyvekkel és irodalmi kiadványokkal. Az idei ünnepi könyvhét programjain a 75 éve született Kossuth és József Attila díjas vasi költőre, Nagy Gáspárra emlékeztek, aki 1980-ban a könyvhét szombathelyi programjának vendége volt. A versek között évek lapszámozás, költők között lerombolt múzsák és felseldült folyóiratok, átköphető látszat kínai falak, csalhatatlan szerkesztők és átverhető olvasók, mint fontos kellékek, kellékesek egy érdektelen szuperprodukcióban. Ennyit általában a helyzetről. Ez 1980-as helyzetértékelése Nagy Gáspárnak. Az ünnepi könyvhét minden év júniusában ráirányítja a figyelmet az olvasás fontosságára. Erről is szólt az ünnepélyes megnyitó. Bár egyesek manapság meghaladottnak, néha egyenesen régi módinak tartják az olvasást, mint mindannyian tudjuk, hogy ez korán sincs így. Az ünnepi könyvhét nem csak az irodalom, hanem kifejezetten a kortárs irodalom ünnepe is. Szükség van rá, hogy külön figyelmet fordítsunk a kevésbé ismert írókra és költőkre, valamint a nehezebben befogadható szövegekre, hogy ezeket is megtalálják az olvasók. Nagy versmondással kezdődött az irodalmat, a könyveket ünneplő programok sora. Nagy Gáspár emlékére a Fiú naplójából című művéből szavaltak, olvastak a Bolyai iskola diákjai Luthor Kata Szlemmer vezetésével. És a csillagos esben, hosszusok immár, 30 év gyűrűjével, a drága Júdással, ez is nyár ezek, susog a homár követeinek útján, s kitünteti őket lehulló ezüst allérokkal, érdemeik szerint hívünk. A 95. ünnepi könyvhét a versek mellett mesékről, zenetörténetről és papírszínházról is szólt Szombathelyen.